Sziasztok! Én Emma vagyok, a mai napon pedig egy újabb haul, azaz haul videóval érkeztem nektek. Ismertek már, az az ember vagyok, aki hónapokig tudja halogatni a dolgokat, de még szeptemberben, úgy nagyjából a szülinapomnak a tájéken voltunk Hollandiában, és jártam kettő darab Primark vagy Primark üzletben is, kinek hogy tetszik, és összevásároltam egy csomó fölösleges cuccot, és hazajöttem, és elcsomagoltam a nagy részüket, hogy majd csinálok egy videót, amiben bemutogatom őket, és átálltak hónapok, de előkerült ez a dobozni cucc, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt van az ideje leforgatni végre ezt a videót, remélem tetszeni fog, vágjunk is bele! Ha jól emlékszem, akkor a rotterdami és a hágai üzletekben voltunk. A rotterdami üzlet kicsit kisebb és kaotikusabb volt, a hágai üzletben viszont találtam egy csomó olyan cuccot, amit a rotterdamiban nem. Így szokásom szerint összevásároltam egy csomó mindent. Kezdve ezzel a rózsaszín, puha, kétrészes Barbie és pizsama szettel, amit mint láthatjátok kisebontottam azóta, hogy majd meg tudjam nektek mutatni. Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy ezt felbontsam és kimossam, ugyanis itt a tél. És a meleg, puha, itthoni, kényelmes pizsamáknál nincsen sokkal jobb szerintem ebben az időszakban. Én ilyenkor nagyon nehezen találok motivációt arra, hogy elmenjek itthonra, és leginkább a programom 90%-át azt teszi ki, hogy ilyen és ehhez hasonló cuccokban ülök itthon, és fogalmam sincs, hogy mivel telnek el a napjaim. A következő cucc, amit meg fogok mutatni, nem más, mint egy szemhéjpúder paletta, ami a Purple Mist nevet kapta. Őszinte leszek, én nagyon meglepődtem azon, hogy ezeknek mennyire jó a minősége ahhoz képest, hogy mennyire olcsóak. Ha jól emlékszem, ez talán 6 euróba került, ami nevetségesen olcsó, szerintem legalábbis. Őszintén szerintem teljesítményre ez simán besorolható a mixnek a kategóriájába is akár, és nagyon szép színek vannak ebben. Hogyha már itt tartunk, beszereztem egy másik szemhéjpúder palettát is, mert sminkből soha nem elég. Ebben is gyönyörű színek vannak, mattok és csillámlósak, és megint csak teljesen meglepődtem azon, hogy mennyire jó a minősége, és őszintén mindenkinek ajánlom, hogyha hezitál esetleg ezzel kapcsolatban legközelebb, amikor egy Primark vagy Primark üzletben jár, hogy nyugodtan szerezzem be egy szemhéjpúder palettát, mert én nagyon meg vagyok velük elégedve. A következő dolog nem más, mint egy hátizsák, mégpedig egy Clueless témájú hátizsák. Hogyha esetleg nem tudnátok, a Clueless egy film volt, azt hiszem, hogy a 90-es évekből, és szerintem nagyon vicces, és nagyon tetszett, és amikor megláttam, hogy van Clueless-es merch, akkor természetesen be kellett szereznem ezt. Egyébként volt belőle hasitasiuk is, de úgy gondoltam, hogy ez sokkal jobban néz ki, és használom is suliba. A laptopom nem fér bele, igazából csak a kis alakú füzetek férnek bele, úgyhogy ez az egyetlen egy hátulütője. A következő dolog, amit meg fogok mutatni, nem más, mint egy ajakápoló, mégpedig egy ilyen kettévágható, odaadhatod a barátodnak, a szerelmednek, az anyukádnak, a kiskutyádnak, tök mindegy, hogy kinek, valakivel meg tudod osztani, mégpedig egy Reese's és egy Hershey's-es ajakápoló. Ajakápoló függő vagyok, ez nem egy vicc, van legalább 50 féle különböző ilyen ajakápolóm, és nem tervezek még megállni ezeknek a vásárlásával egy ideig. Hogyha már itt tartunk, természetesen még egy ajakápoló, mégpedig egy vanília muffin ízű és illatú. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel nagyon meg vagyok elégedve, ugyanis két ilyen kis kompartmentből áll. Az egyik oldalon van ilyen cukros ajakradír, ami nagyon jó kifejezetten térre, mert az elhalt kis bőrrétegeket le tudod vele szedni. A másik oldalon pedig van egy ilyen kis rózsaszínes színnel ellátott ajakápoló rész, amivel tudod ápolni az ajkaidat, és nagyon jól működik. Ezt azért tudom, mert természetesen ebből is kettőt vettem, és az egyiket már használom.
A következő dolog megint csak egy sminktermék, mégpedig egy ilyen három kis részből álló ajakszett. Van benne egy szájfény, ami nagyon hasonlít a Too Faced-nek a liquid latex formulájához. Én azért szeretem ezt nagyon, mert utálom azt, amikor a hajam beleragad a szájfényembe, ez a formula viszont nem annyira ragad, ezáltal sokkal kevesebb a kínos, hajas, szájfényes szituáció. Van benne még egy ajakszerúza, plusz egy kis hegyező, amire már ezer éve szükségem volt, úgyhogy örülök, hogy ezt megvettem. Mind a három nagyon jól működik, és volt egy csomó szín, ami közül lehetett választani. Én szokás szerint a legvilágosabb színt választottam. És utoljára, de nem utolsó sorban vettem egy ilyen világos kék, magasított derekú farmert. Igazából ezt csak azért vettem meg, mert nagyon olcsó volt, és úgy gondoltam, hogy egy farmerra mindig szükségem lesz, és nagyon kényelmes, ilyen stretches anyagból van, amit én kifejezetten szeretek, úgyhogy nagyon örültem neki, azt hiszem, hogy ez 7 euróba került, le volt árazva, nagyon boldog voltam vele. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, légy szíves, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, és nem sokára találkozunk. Legyen nagyon szép napotok, sziasztok!